Kedves gyerekek, először is ennek a videónak az eredeti verziója megtalálható az NBA Mezek Facebook csoportban, ahol egy live videó formájában rögzítettem, csak sajnos a Facebookról nagyon rossz minőségben tudom letölteni ezt a videót, és gondoltam, hogy újra forgatom ide a YouTube csatornámra, hogy itt is látható legyen. Ennek a videónak az volt a címe, hogy Nagy a baj, és azért nagy a baj, mert a mai napon a kezembe került ez a Fekete Atlanta hamisítvány mez, ami egy Adidas Revolution 30-as Swingmannek a másolata, és azt kell mondjam, hogy kínai barátaink sajnos nagyon feljavultak, és élen járnak abban, hogy szinte megszorulásig hasonlóra sikerült megcsinálni ezt a hamisítvány Atlanta mezt. Na most, ami kapásból föltűnhet, hogy gyakorlatilag ez a fekete mez ugyanaz a széria, mint a piros, csak ugye hiányoznak róla a kis háromszög patternek, ami azért van, mert a kínai barátaink a replika mezt kopizták le, és abból csináltak swingman mezt. Tehát ennek a Atlanta meznek a replika verzióján nincsenek ugye a háromszögek, ez csak a swingmanen jelenik meg. De gyakorlatilag sajnos ezen kívül nagyon elszomorító a helyzet, ugyanis egyből kezdjük azzal, jó, hogy lehet megállapítani, hogy valami hamis, mert engem napi szinten nagyon sokan találtok meg ezzel, hogy mondjam meg, hogy melyik mez hamis, és mi eredeti, és mi nem. Úgyhogy gyerekek, azokon a mezeken, amiken ilyen címke van, az mind hamis. Tehát hiába van ráírva, vagy NBA Store, hiába van rajta egy ilyen fake vonalkód, men's, meg XL, meg stb. Egy normális címke az így néz ki. És ha már van rajta vonalkód, akkor biztos, hogy tartalmazza azt, hogy milyen mezről beszélünk. Nem pedig csak a méretét. Itt van NBA Atlanta Hawks Swingman Jersey. Oké, szóval így néz ki, de azért mutatnám, hogy az alap címkéje az Adidasnak így néz ki, vagy inkább így, itt alján van egy ilyen kis hologram, Official Outfitter, és mutatnám kínai barátainknak a művét, Official Outfitter, éppen csak a hologram hiányzik az aljáról. Tehát raknak rá ők mindenfélét, ráírják, hogy nbastore.com, ráírják ők is, hogy Swingman, fasz a Adidas logót, adidas.com, tehát minden olyan dolgot ráraknak, ami a megtévesztésre alkalmas, de ki kell tudni szűrni, sajnos. Csak ugye ez most nagyon nehéz lett, és pont erről szól ez a videó, hogy így aztán már nagyon nehéz lesz. Én alapból képről fölismertem egy ideig azokat a mezeket, amik nem voltak eredetiek, ugyanis itt látható, hogy az eredeti Swingman Revolution törni mezeken ez a csíkos textúráltság kíséri az anyagot végig. Tehát itt látható, hogy egy ilyen csíkos textúráltságból épül föl maga az alapanyag, és öcsém, kínai barátaink megoldották, és a ránézésre ők is hozzák ezt a csíkos textúráltságot. Na most azért ezt tegyük hozzá, hogy még az eredeti mezen láthatjátok, hogy ez belülről is egy nagyon lukacsos, és éppen ettől nagyon könnyű és nagyon könnyen viselhető anyag. Azért az a kínai barátainknál maradt egyöntetű poliester. Kívülről néz csak ki úgy, minthogyha ez egy ugyanolyan csíkos textúráltságú, vékony, quick dry anyag lenne. Belülről látszik, hogy ez azért van nagy különbség. Az anyag, meg hát az anyag minőségben természetesen nagy minőség van, vagy nagy különbség van, tehát ezt ha megfogjátok, akkor egy sprőd, hideg, kemény valamit éreztek. Itt pedig egy nagyon, nagyon jó minőségérzetű, szuper könnyű és ilyen sikamlós minőségi anyagot éreztek. Viszont sajnos, ugye az eredeti meznél a felvart elemek azok ezek a hőpréses nagyon vékony kis anyagból kerülnek fel, és az a baj, hogy
kínai barátaink hozzák ugyanezt szinte. Itt is ugye egy kicsivel rosszabb minőségű az anyag, de ugyanúgy hőpréssel kerül föl, még benne van ez a kis tojás alapú textúráltság is, ami az eredeti meznél is benne van. Szóval, hát ember legyen a talpán, aki mondjuk egy ilyen képről, ahogy most tartom a kamerát, megállapítja, hogy na ez nem egy igazi mez, mert abszolút olyannak tűnik. És egyébként mondom, egy kicsit sprődebb, meg rosszabb az anyagminőség itt is, de szép munka, tehát nem az van, mint a régi mezeknél, hogy lóg belőle a cérna mindenhonnan, ahonnan csak tud, meg összeragasztás, meg kilóg, meg ferde, meg stb., hanem ez tényleg megközelíti vizuálisan, abszolút hozza is az eredetit. Adidas logót nézzük, tehát végre sikerült egy normális Adidas logót, márkajelzés logót rakni a mezekre nekik. Ugye az eredetinél egy fokkal még mindig komolyabb, mert itt sokkal jobban takar ez az anyag, amiből ez föl van rakva, és itt meg egy kicsit ugye ilyen darabosabb. Tehát a minőségérzetben ismét a eredeti mez győz, de hát azért gyerekek, tehát ránézzel és azt az Adidas logót látod, amit ugye kell, hogy láss, és azért ez nagyon veszélyes. Azért hála Istennek van két olyan rész, ami eddig is alapvető volt én összehasonlítás szempontból, ez a nyaki szegőszalag, ami hát az Adidas Store-ból, vagy bárhonnan az Adidas-tól ilyen, hogy a szegőszalagon a méret keresztbe kasulban átvarva, ilyen nincs, tehát ez egy olyan minőségbeli hiba, ami mutatja, hogy itt valami nem stimmel. Ugye megmutattam, hogy az eredetinél azért megszólásig hasonlít a kínaiaknak a nyaki szegőszallaga, de itt azért egy fokkal minőségibb megvalósítással van dolgunk, mint itt ugye, ahol az anyag is rosszabb, a színe is kicsit fakóbb, és hát keresztbe van varva a méret meg az Adidas logó, tehát ilyen nem megy át minőségi csekken szerintem az Adidasnál, úgyhogy ilyenkor nyugodtan lehet mondani magadnak, hogy hoppá-hoppá, kilóg a lóláb. Viszont alsó címkét, ezt figyeljétek, nézzük, hasonlítsuk össze. Ugye ránézésre szintén sikerült lekopizni az alsó címkét. Annyi, hogy tényleg minőségérzetben és összességében vizsgálva, azért látszik, hogy ez egy teljesen szövött címke, tehát ez meg minden részlete ugye egybefügg, ez pedig egy olyan címke, amit a kínaiak egy fehér anyagdarabon fogtak egy fehér anyagdarabot és megnyomták ezzel a dizájnnal. Éppen ezért van az, hogy az NBA logó színei, ugye itt már kicsit narancsos a piros Adidas logó, ugye itt nagyon szépen egybe van, látod, hogy a hamisnál foghíjasak kicsit a csíkok, meg úgy összességében, mit tudom én, a méretjelző betű például ugye szép vaskos, meg egységes, a kamunál ugye kicsit ilyen foghíjas szintén, a kis NBA logó oldalt is egész vállalható alakjában, de ugye hiányzik az NBA felirat. Itt az, tehát az eredeti az mindig összességében, minőségérzetében jobb. És ezt tudni kell, ezt meg kell tudni látni. Viszont ugye azért nagy a baj, mert így most rengeteg potenciális vásárolót fognak tudni átbaszni eBay-en, hiszen ránézésre megszólalásig hasonlít. Ezt hagyd mondjam el, hogy azért minőségérzetben, hogyha megfogod a két mezt, és ezen a ponton tényleg megkövetem azokat, akik azt mondják, hogy minek vegyek $100 egy olyan mezt, ami eredeti, mikor $20 ma kapok egy ugyanolyat, ami ugyanúgy néz ki. Egyrészt, ami ugyanúgy néz ki, az attól még nem az, amit szeretnél. Másrészt pedig sokszor meg lehet eredeti mezt is vásárolni nagyon jó áron. Tehát amikor tulajdonos rakja föl eBay-re, vagy egyéb más portálra, akkor az töredék áron van a bolti árhoz képest, és sokszor ugyanolyan áron meg lehet kapni egy eredeti mezeket nulla használattal, mint amennyire lehet rendelni mondjuk AliExpressről, vagy a bármelyik kínai
fake store-ból kapom ezeket, és a szabás és az anyaghasználat az két olyan dolog, amit sosem fog tudni pótolni egy fake mez, egy eredeti mezzel szemben. Egyébként szerintem gyönyörű ez az Atlanta design. Az a nagy baj, hogy én nem nagyon hordok piros mezeket, de éppen ezért eladó mind a kettő. Ezt az Atlanta hamisítványt, ami gyakorlatilag életem legjobb hamisítványa, amit eddig láttam, ezt megtaláljátok a Fake NBA mezek csoportban, mint eladó, illetve ezt az Atlanta piros tigmest, ezt megtaláljátok az NBA mezek csoportban Facebookon. Szerintem elég jól sikerült összehasonlítanom nektek, hogy mik a különbségek. Aki nem szeretne fake mezt vásárolni, az nagyon, nagyon vigyázzon, és vizsgálja ezeket az apró dolgokat. Ugye, ahogy már mondtam, az ördög a részletekben lakozik mindig. Hát címkék, nyaki címke és apróságokon azért elbuknak ezek a mezek. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor osszátok meg, hogy másokat is megóvjatok hamis mezvásárlástól, és iratkozzatok fel a csatornára, mert mostantól minden ilyen hasonló témájú és jellegű videót fel fogok tölteni ide is. Sziasztok!